Még mindig a máli szezonban vagyunk, igaz, hogy most már beköszöntött a meteorológiai tavasz is, de még a mai szombaton még bálozunk. Ez a bál egy jótékonysági bál, a Nikolaj Bălcescu Román Gimnázium alapítványának a szervezésében. Egyrészt ennek is az egyik fontos szerepe és üzenete a közösségépítés. Az, hogy együtt legyünk, az, hogy a román gimnáziumban és általános iskolában lévő gyermekeknek a szülői közösségét egy kicsit jobban összekovácsolja. Azt szeretné ez elérni, hogy együtt legyenek és együtt szórakozzanak és nagyokat beszélgessenek. De mindemellett, ahogy említettem, egy jótékonysági rendezvényről van szó, egy igen nemes cél érdekében gyűjtenek az alapítvány tagjai. Mégpedig az intézmény az iskola megszépítésére törekednek, szeretnének az udvaron egy gyermekfalat megfesteni, megvalósítani, illetve a játszóteret szeretnék bővíteni egy új kültéri játszóelemmel. Én úgy gondolom, hogy ez az egyesület, az alapítvány mindent megtesz annak érdekében, hogy emelje a gimnázium, illetve az általános iskola presztízsét, és jó úton haladnak. Fontosak nyilván ezek a beruházások is. Fontos az is, hogy az infrastruktúra meg tudjon szépülni, meg tudjon újulni. De szeretném említeni azért, hogy mindezen törekvések mellett, mármint az alapítványnak mindezen törekvései mellett fontos szerepet, illetve fontos hangsúlyt helyez arra, hogy a gyermekeket is ösztönözze és elismerje. Nem hiába az év végén mind a gimnázium, mind az általános iskola részéről vonatkozásában különböző díjakkal ismeri el a jó tanuló gyermekeket.